Horgászat, ládavasút és egyebek mellett vásár is várta a gyerekeket és családjaikat a belvárosban szombaton és vasárnap. A gyermeknaphoz kapcsolódóan idén is megrendezték a hetet hét játékfesztivált. A kétnapos rendezvény sokakat csábított ki a szabadba, már szombaton délelőtt. Tóth Zoltánné két unokájával látogatott el a fesztiválra, immár harmadik alkalommal. Sokféle programból tudunk választani, ugye az egyik unokám az 6 éves, a másik 10, tehát mind a kettőnek van magához való program, és hát a játékmúzeumban ott nagyon szeretnek lenni, ott szinte minden évben kétszer eljövünk, hát meg ezek a csereberék, meg nagyon színes a program. Mert hogy a kavalkádban a megunt játékokat újabbakra lehetett cserélni, és amelyek a nap végén megmaradtak, azokat az Igaz Gyöngy Alapítványnak ajánlották fel a szervezők. A hetet hét játékmúzeum emellett egy különleges próbával is készült a gyerekeknek. Izgalmas történetbe csöppenhettek bele a kicsik. Mindig történik valami a babáinkkal, a múzeumban a gyűjtemény tárgyaival mindig történik valami minden évben. Idén az történt, hogy a babák kihallgattak egy beszélgetést, egy telefonbeszélgetést, ami arról szólt, hogy a múzeológus a Kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeumba el fog menni. Ettől a babák nagyon megijedtek, egy káosz tört ki a múzeumban, a kiállításban, és egyrészt meg kell őket vigasztalni, maradásra kell őket bírni, hiszen van, aki már azon gondolkozik, hogy ő is elmegy innen. Ebben kell a gyerekek segítsége. A több állomásból álló játékba bárhol be lehetett csatlakozni. A játékfesztivál célja idén sem volt más, mint hogy értékeket közvetítsen, valamint érzelmileg és szellemileg gazdagítsák a fehérvári családokat. Egy nagyon míves, szép rendezvény, valóban átadjuk a belváros kulcsait jelképesen, és aztán gyakorlati értelemben is a gyermekeknek, így gyermeknaphoz közeledve. Most már régi, szép, több mint egy évtizedes hagyomány ez. Örülök, hogy úgy néz ki, az időjárás is abszolút kedvező, és már reggel óta sok gyermek jön. Május utolsó hétvégéjén tehát igazi játéktérré változott Székesfehérvár belvárosa. Az alkotó programok mellett zenei koncertek is bőven akadtak a fesztivál repertoárjában. A belváros kulcsait vasárnap este adták vissza a kicsik a városvezetésnek.